Sziasztok, üdvözlök mindenki! Ma egy kicsikét rendhagyó videóval jöttem, ugyanis egyik napról a másikra megjelent a Farming Simulator 25. Eléggé meglepődtem, amikor megláttam, mert arról volt szó, hogy jövőre jön majd a következő PC-s FS, viszont a Giants titokban dolgozott rajta, és még a Farming Simulator 24 megjelenése előtt, mivel ugye az májusban jön, kiadták a 25-öt, úgyhogy eléggé érdekes, én viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen. Egyből megvettem, mi alatt töltötte le, olvasgattam, hogy javítottak a grafikán elég sokat, a fizikán javítottak, van dinamikus talaj, jöttek új márkák a játékba. Elvileg van benne MTZ is, úgyhogy ezzel szerintem sok ember tetszését el fogják nyerni. Viszont szerintem én nem is húzom tovább az időt, nézzük akkor. Új mikrofonom lett. Szerintem sokkal jobb a hangminőség. Amúgy van itt egy autónk, ilyen kis smart, abból bére utazásra ez is megteszi. Mi ez? Dodge Jam? Na hát ez nem tudom, hogy ez micsoda, de abból bébe ezzel is lehet menni. Van itt egy traktorunk, ez a márka, ez most új. Cray Industries. Aha. Jó, hát ezt majd megnézzük később. Aztán... itt az MTZ. Elég rendesen ki van dolgozva. Be kell a popsinak rottyantani. Van itt egy pótkocsi. Aztán egy vetőgép. Ott van hátul a mag. Van egy tartályos kocsink, gondolom ez majd az állatokhoz lesz. Meg van trágyaszórónk. Jó. Itt vannak alapértelmezetten teheneink, szép kis holban. Velük is mindjárt foglalkozunk, és itt a kombájn, ami egy John Deere T560. Ez is valami új megjelenés szerintem, mert ilyesmivel még nem találkoztam. Szerintem amúgy több gép nincsen, úgyhogy szerintem álljunk neki aratni akkor. Beszállunk. Itt ugye ezekben az újakban már így bentről fel lehet engedni a lépcsőt. És akkor van itt a slusszkulcs, és akkor indítsuk is be. Elég nagy sebességgel tudunk haladni. Úgyhogy tök menő szerintem, tényleg. Nem is kell nyomnom semmit, mert magától csinál mindent. Remélem azért majd sikerül megállni a végén. Jó. Akkor ez a része meg is van. Akkor most megfordulunk. Ezt is pillanatok alatt megcsinálja. Úgyhogy... nekem egészen tetszik eddig a játék. Jó, a grafika tényleg 22-höz képest szerintem egészen nagy fejlődés sikerült elérni. Szép nagy felbontású textúrái vannak, illetve az árnyékok is jobbak lettek szerintem. Meg ugye most már elvileg van RTX támogatás is, úgyhogy ez kellett szerintem. Na, szerintem én itt hagyom most ezt a kombájnt, és pattanjunk be a traktorba, aztán hozzuk el. Ha nem haragszotok, most nem az MTZ-vel hozom el. Így. Most ki akarom próbálni ezt a új márkát, ezt a Krét. És ott a pótkocsi. Így. Felakasztjuk. Ugye a realisztikus felakasztás is bekerült hozzá. Ugye ez modként volt elérhető eddig. Ezt most belerakták, aminek én tök örülök. Tényleg realisztikus lett tőle az egész. Hát valamit így nem sikerült felszedni, úgyhogy... felszedjük kézzel, amúgy is nekünk kell belepakolászni a pótkocsiba a búzát. Én viszont most azt mondom, hogy adjuk oda az állatoknak egy részét. A többit meg majd később elviszük eladni.
úgyhogy menjünk is a tehenekhez. Sajnos takarmánykeverőre nincsen pénzem, úgyhogy most csak így ide fogjuk adni nekik. Úgyhogy nem tudunk TTK-t keverni. Hát azt majd később, hogyha kicsikét feljebb fejlődik a farm. Természetesen, hogyha majd lesz keverünk, akkor ezt majd ki is lehet önteni nekik. Így mi. No de, én amondó vagyok, hogy vessük be ezt a területet. Azt nem tudom, hogy ez a vetőgép olyan-e, hogy egyből kultivál is. Szóval ezt majd mindjárt megnézzük. Mert az a probléma, hogy kultivátorunk sincsen. Úgyhogy legfeljebb majd kézzel kell majd felásni a területet. Ezt is felakasztjuk. Így. És teszünk bele magot. Ennyi szerintem mondjuk nem hiszem, hogy elég lesz. Mondjuk ennyi talán már igen. Így. És irány. Ó, nem. Sajnos nem kultivál, úgyhogy hát akkor felássuk szépen ezt a területet. Szerencsére kapánk az van. Na, hát ezen megvolnánk, úgyhogy én azt mondom, hogy menjünk, aztán adjuk el azt a búzát, szépen kiszedjük a pótkocsiból, és akkor most megnézzük, hogy merre van kereskedő. Ehhez ez az autó tökéletes lesz, és akkor induljunk is. Hát jó messze volt, de megtaláltuk, és akkor itt valakinek megpróbáljuk eladni. Na nézzük. Közületek valaki esetleg? Nem. Talán te. Na, végre. Így, mi? Kaptunk is érte. Elég sok eur. Nem árt, többet nem lehet. Kár érte. Nem baj. Na, én viszont itt szerintem most befejezem. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Szívesen várom a véleményeiteket kommentben az új FS-ről. A link pedig majd lent lesz a leírásban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ez mi seteményes tárca? Aha. Ez hányféle kubroféle? Hány darabos? Nem a sajtós? Hát? Már nem mindegy, jámbocs, hány személy? Hát, jámbocs, itt a jó!